Üdvözlöm nézőinket! Lássuk, melyek a mai napszemle fontosabb témái. Közös nevezőre jutottak, sikerült elfogadni Gyergyószentmiklós idei költségvetését. A legkisebbek körében is népszerűsítik a jégkorongot a gyergyói hoki klub játékosai. Rangos nemzetközi versenyen vettek részt a gyergyószentmiklósi ökörvívók Brassóban, érmekkel tértek haza. Véget ért a gyergyószentmiklósi költségvetés körül kialakult húzavona, a testület elfogadta az újabb javaslatot tegnap késő délután. Délután 17 óráig tartott a kedden délelőtre összehívott tanácsülés technikai szünete. Előtte egy órával zárt ajtók mögött tartottak egyeztetést a tanácsosok és a polgármester az újabb számokról. Az RMDS javaslatainak nagy részét befoglalták az új tervezetbe. Az EMS módosítási indítványait azonban arra hivatkozva, hogy későn érkeztek és nem volt idő egyeztetni róluk, kihagyták. A polgármesteri erőterjesztés után néhány rövid hozzászólásra került csak sor, majd a jelenlévő 12 testületi tag egyöntetűen megszavazta a büdzsé tervezetét. Mint elhangzott, az elmúlt napokban többször is hiányolt mellékleteket ugyan még mindig nem kapták meg. Bíznak benne, hogy a polgármesteri hivatal két héten belül továbbítja azokat a képviselők számára. Csergő Tibor rámutatott, csatolva voltak az újabb határozattervezethez tartozó táblázatok, többen is elolvasták. Egyetlen pontban nem teljesült a kérésünk, de ígéretet kaptunk rá, hogy a második félévi költségvetés kiigazításkor ez is rendeződik, mondta el az ülés végén a sajtónak az RMDS frakció vezetője Erős Levente. Csergő Tibor András azt közölte, a frakciója kéréseit a beruházási listán történt belső összegmozgatásokkal lehetett teljesíteni. Egyedül a helyi rendőrségnek, szociális igazgatóságnak helyett adó Kárpátok utcai épület felújítására nem maradt keret. Ide terveztek kialakítani a hegyi mentők számára is felületeket. Ezt saját erőből kell megoldani, mutatott rá. Vasile Dâncu védelmi miniszter úgy nyilatkozott kedden este, hogy a Védelmi Minisztérium nem tervez behívókat küldeni, vagy mozgósítani a tartalékosokat. A védelmi miniszter elmondta, valóban aggasztó, hogy a fegyveres konfliktus földrajzilag közel van Romániához, de amint a legfelsőbb védelmi tanács keddi ülésén is elhangzott, semmi nem utal arra, hogy Románia területe vagy lakossága veszélyben lenne. Az elmúlt napokban majdnem 5000 ukrán állampolgár érkezett Romániába a Szucsáva megyei határátkelőn. A hatóságok élelmet, szállást és egészségügyi ellátást biztosítanak az országba érkező menekülteknek, Ukrajnába pedig folyamatosan segélycsomagokat küldenek. Hétfőn több mint 9000-en lépték át az ukrán-román határt a Szucsáva megyei Szeretvásárnál. Ennek több mint fele ukrán állampolgár. Tájékoztatott György Flutura a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. A megyeelnök elmondta, hogy kevesebben jönnek ugyan, de még mindig nagy forgalom van a határátkelőn, és a menekülteknek kialakított táborokban is már csak néhányan maradtak. Az elmúlt 24 órában közel 10000 ember lépett be Romániába ezen a határátkelőn. Most már nincs torlódás, amennyire én tudom. A táborok is lassan kiürülnek, a mi két táborunkban jelenleg körülbelül 50 ember maradt. Igyekeztünk mindenkit bevonni, és nagyon sokan idejöttek segíteni forró levesekkel, teával, szóval köszönjük mindenkinek. Alexandru Moldovan, Szucsáva megye prefektusa kiemelte, a Szeretvásárni határnál több százával szállítják az ukrajnai menekülteket a megfelelő menedékhelyekre, és teljes körű egészségügyi ellátást is kapnak. Ugyanakkor rengeteg adomány érkezik a civil szervezetek részéről, a román kormány pedig lőszert, katonai felszereléseket, üzemanyagot, élelmiszert, vizet és gyógyszert küld Ukrajnába. Hétfőn 4 autónyi segélyszállítmányt vittek át a Szucsáva megyei határátkelőnél. Összesen 4 teherautó több mint 500 tonna élelmiszert, ásványvizet és fegyvert szállított Ukrajnába a román kormány segítségével. Emlékeztetem önöket, hogy a román kormány integrált munkacsoportokat alakított ki, így mindenki, aki adományozni szeretne, ezt megteheti az Ukrajna Együtt Többet Segítünk platformon. Ez a Szeretvásárba érkező 17 éves fiú azt mondja, nekik még az első napokban sikerült eljönniük Kijevből. A helyzet ijesztő.
Az viszont, hogy együtt lehetünk, némiképp megnyugtat. Az emberek egysége nagy erő, és segítjük egymást. Mi romániai rokonainkhoz fogunk menni innen. Mások abban reménykednek, hogy mielőbb hazatérhetnek. Remélem, mielőbb véget ér, és hazamehetünk. Kijevben maradt a családom, csak én és a gyerekek jöttünk el. Remélem, elviszik a csapatokat, a fehér orosz csapatokat is beleértve, mert ami ott zajlik, az nem békefenntartás. Bombáznak civileket is, ez nem béke, ha csak ők nem ezt értik béke alatt. A háború kezdete óta egyébként hétfőig több mint 74 ezer ukrán állampolgár lépett be Romániába. Közülük 40 ezeren már elhagyták az országot, így jelenleg mintegy 34 ezer a harcok elől elmenekült ukrán állampolgár tartózkodik román területen. Gyergyószentmiklóson is lesz lehetőség támogatni a háború elől menekülő ukrán embertársainkat. A Vöröskereszt hétvégén szabadtéri gyűjtőpontot alakít ki a Salamon Ernő gimnázium előtti téren. Pénteken 14 és 17, szombaton és vasárnap 9 és 17 óra között fogadják az önkéntesek a felajánlásokat. Tisztálkodási eszközöket, takarókat, felfújható párnákat, hálózsákokat gyűjtenek, de fogadják a tartós élelmiszereket, konzerveket, édességeket, babaételeket is. Lehet felajánlani továbbá elemlámpát, fejlámpát, telefontöltőket és akkumulátorokat, SIM-kártyákat és működő telefonkészülékeket is a menekülteknek. Az összegyűlt adományokat a Mára Maros és Szatmár megyei határmenti menekülttáborokba szállítják a gyergyószentmiklósi önkéntesek. Háromnapos szakmai rendezvényt tart a Csíkmadarasi Garden Projekt Kft. És a Ribon Natur Szövetkezet március 3-a és 5-e között. A hagyományossá vált kertészeti napokon idén is a szakmaiság, illetve a tapasztalatcsere kapja a legnagyobb hangsúlyt. Most a bogyós gyümölcsök feldolgozását is beemelték a fontos témák közé. Ötödik alkalommal rendezik meg a mára már nemzetközi jelleggel bíró kertészeti és szakmai napokat Csíkmadarason. Kertészeti szakmai napok és konferencia ott, ahol a szakma találkozik a kertészetbe, és azon túl, tehát ami most már tehát túllépi a kertészeti témát is, mert most már úgy fogalmazok, hogy a kertészeti, a dísznövény, a gyümölcstermesztés, és tehát egész a szaporítás, gyümölcs szaporításától a gyümölcstermesztés és a gyümölcsfeldolgozás is sorra kerül, mint téma, és ugyanakkor a tájépítészet, a tájvédelem egész széles körű téma. A kertészet szakmai napok 5 éve rendszeresen megszervezzük. Volt, amikor ez az új rendszer miatt egy picit rezegett a léc, hogy kisebb létszámmal, de akkor is sikerült összerakjuk, és a szakmai részt sikerült építenünk. Tehát az a kertészet szakmai napok, az egy szinte azt mondom, hogy most már nemzetközi találkozó itt Csíkmadarason, ahol külföldi előadók, külföldi szakemberek jönnek előadást tartani, ugyanakkor külföldről is jönnek, fogalmazzak tisztességesen, külföldi szakemberek is jönnek előadást tartani, elég tágkörű, elég széles. Én úgy gondolom, hogy a tájépítészek, a kertészek megtalálják itt a rengeteg kérdésre, aktuális kérdésre kapnak választ. Ugyanakkor a pályázatok, a biogazdálkodás, egy csomó olyan téma, tehát a három nap az három tematika, egy csomó olyan kérdésre, tehát rengeteg olyan kérdésre kapunk választ, ami most az aktuális, a 2022-es év aktuális. Ugyanakkor a technológiák, a mezőgazdasági technológiák fejlődése is soron követhető, és az új szellemiség, az új modern dolgok fejlelhetőek. Szó lesz többek között a biotermesztésről és vadontermű növényekről, a gyümölcsszaporítás technológiájáról, a zöldépítészetről és műszaki ellenőrzésről, amely újdonságnak számít az országban. Továbbá metszőtanfolyamot is tartanak. Kertészmérnökök mutatják be a növényvédelmi módszereket, de szó lesz még a pályázati lehetőségekről is. Regisztrálnia kell, aki részt akar venni a rendezvényen. Kertészeti szakmai napokra 3-4-5-én, tehát március 3-4-5, ez már 5 éve mindig a március első hétvégére volt tervezve, 7 farkára hétvégére volt tervezve. Van egy regisztrációs oldalunk a Facebookon,
Facebookon, weboldalunkon lehet jelentkezni, telefonon lehet jelentkezni, kinek nincsen, vagy van, aki bejön és jelentkezik, hogy nagyságrendben lehessen tudni, hogy mekkora személy, mekkora helyet kell biztosítsunk a részvevőknek. A szakmai napok záró akkordjaként szombaton gálával egybekötött ribizlibor versenyt és díjátadót tartanak, amelyre nem volt eddig példa a térségben. Leváltotta Nikolaj Csuka miniszterelnök az oltáskampány koordináló országos bizottság éléről Valeriu Gyorgica katonaorvost, és Andrei Bacsú egészségügyi államtitkárt nevezte ki a testület elnökének. A kinevezés megjelent a hivatalos közlönyben. A COVID-19 elleni oltáskampány koordináló országos bizottság ma közölte, a továbbiakban az egészségügyi minisztériumnak a családorvosi rendelőkön keresztül lebonyolított országos oltási programja keretében folytatja az immunizálási tevékenységet. A gyergyói hoki klub néhány játékosa a Pittypang Virág óvodába látogatott, azért, hogy a jégkorongot népszerűsítsék, szeretnék, hogy minél több gyerek kedvet kapjon a sportoláshoz. A gyerekek számára hasznos, ha rendszeresen sportolnak. Erre hívja fel a figyelmet a gyergyói hoki klub is, hokizni hívják a gyerekeket. A csapat néhány játékosa a Pittypang Virág óvodába látogatott el. Elindítottunk egy ilyen toborzó sorozatot, aminek keretén belül bemegyünk tanintézményekbe, legelsőre az óvodákat célozzuk meg. Legelső óvoda az, ahol most itt vagyunk, az a Pittypang Virág óvoda. Itt egy olyan tevékenység folyik most, hogy a gyerekeknek megmutatjuk a hokis felszerelést, botokat, hogy azért lássanak egy kicsit bele, hogy is kell egy hokistának felöltözni. Nagyon nagy segítségemre vannak a nagy csapatból a fiúk. Azért is örvendek, hogy ők jöttek, mert a gyerekeknek egy ilyen plusz motivációt adnak, hogy az igazi hokistákkal tudnak találkozni. A jégkorongozók is fontosnak tartják, hogy a gyerekek minél kisebb korban ismerkedjenek a sporttal. Szerintem nagyon fontos, főleg itt Gyergyóban, mert ugye a jégkorong az első számú sport itten, és meg kell mutatni a gyerekeknek, hogy ez hogy is működik, mi alapján működik, és véleményem szerint az nagyon jó, hogy már ilyen korba bevezetjük őket ebbe a sportvilágába. Az ovisoknak nagyon tetszett a hokis foglalkozás. A toborzást a tervek szerint más tanintézményekben is folytatják majd. A Pittypang Virág óvoda egyébként nemrég teljes külső és belső felújításon esett át Magyarország kormánya támogatásával. Az idejáró gyerekek számára pedig nem idegen a jégpálya és a korcsolyázás, hiszen amióta a kori suli program elindult, minden évben rendszeresen járnak korcsolyázni. Európai körversenyt szerveztek az elmúlt hétvégén Brassóban, az erdélyi Godakó Ökölvívó Sportklub 8 gyerekkel vett részt ezen a rangos eseményen. Több mint 20 ország legjobbjai találkoztak az elmúlt hétvégén Brassóban az európai körversenyen. A junior ifjúsági korosztálynak szervezett Brassó Open elnevezésű megméretetésen az erdélyi Godakó Ökölvívó Sportklub 8 gyerekkel vett részt. 4 sportoló a magyar válogatottat képviselte, 4 pedig a román válogatott tagjaként lépett ringbe. 1 arany, 1 ezüst és 1 bronzéremmel gazdagodtak a boxolók. Az érmek mellett a gyerekek tapasztalatot szereztek a verseny során. Nagyon pozitívan értékelem, mert ugye vannak olyan gyerekeink, akiknek ez volt az első nemzetközi tornája, és ahhoz, hogy nem csak Európából voltak, itt voltak az Egyesült Államokból, Egyiptomból, 22 ország részvételével a legjobbakkal, felvenni a küzdelmet, és nagyon jó mérkőzéseket boxolni, ez kimondottan elismerő mindegyik sportolónknak. Hát mindenképp a gyerekekből ugye ki szeretném emelni, mert egy ilyen versenysorozatban az, amikor a legjobbakkal vannak és a gyerekek úgy boxolnak, a teljesítmény nagyon fontos. És az, hogy minden nap ugye hozni a maximális teljesítményt, az egész csapatból Benedek Pétert azért szeretném kiemelni, mert Péter mind a 3 mérkőzésén az, amit megbeszéltünk a taktikai utasításoktól elkezdve minden, gyakorlatilag olyan szinten teljesített, hogy nem csak én, mint az edzői sarok, hanem az amerikai edző részéről is kimondottan nagy dicséretet kapott, és a többi szakembertől is, úgyhogy örülök ennek nagyon.
A körverseny folytatása a juniorok és ifjúságiak számára június 20-a és 27-e között lesz megrendezve Gyergyószentmiklóson. Az elkövetkezendőkben 5 lányjal részt vesznek a Románia kupán Bukarestben, majd onnan hazatérve magyarországi megmérettetésekre indulnak. Még egyszer röviden a nap fontosabb témáit. Közös nevezőre jutottak, sikerült elfogadni Gyergyószentmiklós idei költségvetését. A legkisebbek körében is népszerűsítik a jégkorongot a gyergyói hokiklub játékosai. Rangos nemzetközi versenyen vettek részt a gyergyószentmiklósi ökölvívók Brassóban, érmekkel tértek haza. Fit percek következnek, majd a Beszélgessünk egy pohár mellett című műsorunkat láthatják. Hírekkel jelentkezünk holnap este is. Viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.